az itt látható és önök által valószínűleg már kézbe vett, vagy mindjárt nem sokára kézbe vendő kötet, Lámos Miklós majdnem összes címet viselő könyvének a szerzőjét komponálnám tehát föl, és Márton Lászlót, akivel beszélgetni fog. Minden továbbit meg fognak tudni őtőlük, remélhetőleg ebből a beszélgetésből azt is, hogy miért ez a címe ennek a kötetnek, annyit azt az egyet hadd áruljam el, hogy ez nem azt jelenti, hogy majdnem az összes műve megjelent már az Európánál Lámos Miklósnak, mert ez szinte még csak a kezdve. De hát a továbbiakat nagyon szépen kérem akkor Lámos Miklóst és Márton Lászlót, hogy fáradjanak a színpadra és mondják. Jó estét kívánok! Ezt már megcsináltam ott kint is, ez már ilyen. Mielőtt Laci föltenni az első kérdést, szeretném mondani, hogy nagyon büszke vagyok önökre, hogy ide értek. Én majdnem nem. Leesik az eső, budapesti közlekedés. Békás megyéről kellett ide hatolni, az nem egyszer. Parancsa. Na hát itt Barna Imre utat mutatott, és az első kérdés ennek megfelelően az, hogy miért összes és miért majdnem összes. Magamtól is megkérdeztem volna, de így eztem még jó. Így kényszerítve érzed magad. Hát ugye az van, hogy az Európa Könyvkiadó kötött velem egy megállapodást 5 évvel ezelőtt. A megállapodásban az állt, hogy kiadják az életművemet. És hát most félúton vagyunk, mert eltelt 5 év, és ez fülszövegbe bele is írtam, hogy ez a 10. kötet. Azért ez egy jubileum. Ha teljesítjük ezt az egész szerződést, hogy megállapodtunk, 20-ig fogunk eljutni. Ezt még én is ki tudom számítani. Tehát közben esetleg mi írsz is valami? Hát ha írok, az rontja a helyzetüket. Akkor, és az az igazság, hogy az elején én nagyon rongáltam a helyzetüket, mert elég sok újat írtam. Tehát most nem tudom kiszámítani, de ha jól számolom, volt 2 új regény, ugye ez volt a... Most ha bele lenne írva, hogy melyek az eddig megjelentek, örülnék. Ez az első, amelyről kifelejtődött, de ez most tök mindegy. Tehát volt a Szita kötő, az egy regény, és új volt. Volt aztán a Csillagok világa, az is egy regény, és az is új volt. Aztán volt egy Tiszta tűz című, amelyben új kis regények és novellák voltak. És volt az összes íróval folytatott beszélgetésem, ez egyébként itt folytatódtak. Ide jött a nevesen kollégát, az ugye 3-10-ből, és azt hiszem, hogy talán ezek voltak teljesen újak. Na most ez már 4. Ez 4 a 10-ből. És biztos fogok újat írni, de most egy nagyon vastag munkába kezdek bele, tehát ilyen alapon nem. De vannak kiadatlan könyveim, és M. Nagy Miklóssal, aki az igazgató, egy beszélgetést folytattunk, hogy mi legyen. Ő felvetette, hogy nekem van angolul is másfél könyvnyi, főleg novellák, meg minden, hogy ő azt mondta, hogy milyen poén lenne egyszer azt kiadni. Én tudom, hogy nagy poén lenne, de kértem, hogy az ne a sorozatban legyen, egy kis, kisebb méretű, kis olcsó, mert azt szerintem csak, ha szabad ezt a szót használnom, te németes vagy, a Feinschmeckerek részére, tehát nem hiszem, hogy a nagy közönséggel kezd angolul olvasni. Na várjunk csak, akkor tehát itt van egy másfél kötetnyi novella, ami ebben a gyűjteményben nincs benne. Az rosszabb a helyzet. Tehát ez, ugye ez azért egy fontos könyv nekem, mert bármilyen hihetetlen nekem, van benne az első ciklusban, azt hiszem 4 vagy 5 novella van, és abból 2 még gimnazista koromban írtam. Konkrétan az egyiket 66-ban, másikat 67-ben. Hát ez megrendítő, az igazság, hogy megrendítő. Na és attól kezdve tart napjainkig, mert a végén van 11 új. Hát az új úgy értendő, hogy az elmúlt 5-7 évben. És az még kötetben? Az még kötetben nem jelennek, némelyik megjelent. Az Élet és Irodalomban, Alföldben, Alibiben, stb. Na, de a novellai működésemnek van egy kötete, aminek az a címe, hogy Bár, amit nem tettem bele, mert az egy olyan szorosan megszerkesztett dolog, hogy nem,
Szóval, mert itt minden, tehát kötetenként haladtam úgy nagyjából, és minden kötetnek elején, mondjuk az első kötetemnek ott van az 1/5, második kötetemnek az 1/3, akkor a, már kicsit már úgy jobbnak éreztem a saját teljesítményt, ott a fele. De tehát az egész úgyse fér bele, és a bárból a felét kiválasztani, azt egyrészt nem ment nekem. Szóval azt gondoltam, adják ki külön, tehát akkor már maradék 10-ből megvan egy. Tehát a bár az egy olyan kötet, ami egy-egyben átvehető lett volna, és éppen ez egyáltalán nem. De szerinted ez nem elég vastag? Elég vastag. Ezért azt a kis viccet eszeltem ki, amiért utólag is elnézést, a jobb ízlésűektől elnézést kérek. Akinek olyan rossz ízlése van, mint nekem, aztán nem fog megharagudni. Tartalomjegyzékben ott van, hogy bár, évszám, hogy meddig ittem, de ha oda lapozunk, akkor az van írva, van egy üres oldalod, mert bár, ezek majd egy másik kötetben lesznek. Ezt én ilyen viccnek szántam. Tudom, hogy jó ízlési író nem viccel. Miért? Hát ez egy jelzés vagy útmutatás az olvasó számára, hogy majd még ez is lesz. Nem még egy kicsit ezt. Tudod, hát most, fennköltek a magyar írók. Az írók mindig előhozakodnak olyan dolgokkal, amiket mások addig nem szoktak volt, és okay. Aztán szoknak azok. Ez tetszik nekem. Jó. Na de egy pillanat, csak tényleg csak egy pillanat, hogy az angol nyelvű novellákon elidőzve, azokat angolul írtad eleve. Nem gondoltál-e arra, hogy csinálj magyar változatot belőle? Ez azért érdekes, amit kérdezel. Még egy zárójellel rövidre zárom ezt. Tehát én úgy ítélem meg, hogy ha a bárt kivesszük a novellákból, amelyeket írtam volt, akkor ez a többinek a fele körülbelül. De ez jó így, tehát a másik felét nem is szeretném. Tehát azért van némi ilyen kritikát. És akkor most visszatérek az angol nyelvére. Ugye akkor én ott éltem az Egyesült Államokban, munkanyelvem volt az angol, szinte mással se foglalkoztam. És ott olyan kézenfekvőnek tűnt, hogy akkor kell, nem beszél arról, hogy igény volt, hogy egy rossz magyar szóval mondjam ezt, mert egyet írtam úgy jókedvemből, azt mindjárt a New York Times-ban jelent meg. Nem én adtam oda, hanem egy nagyon idős amerikai író, úgy hívták, hogy Ring Lardner Jr., ő írta a MESH című filmet többek között, szóval, de ott egy nagy híresség. És ő elolvasta, volt egy egyetemi lap, amiben megjelent, mindegy. Elolvasta, elküldte a New York Times-nak, mi beszélgettünk, később írtunk is közösen egy filmet, nem ide tartozik. És a New York Times-ben ezt lehozták, óriási sikere lett, ezt mondhatom, írástankönyvekbe bekerült. Amerikai írástankönyv nagyon vicces. Első kérdés, mit akar a kelet-európai szerző kifejezni azzal, hogy mi nálunk mindenkinek lehet pisztolya? Húzd alá a novellában az illet, és akkor azt mondta a New York Times, hogy írjak még. Akkor erre felfigyelt a New Haven Register, van-e ki ilyen nevet, nem ismeri, szerintem senki. Ez a helyi napilap a Connecticutben, de dicső 3 millió példányos napilap, miközben 5 millióan laknak összesen, nem tudom. És akkor azok is kértek, és akkor így kezdtem írni, majd jött egy egyetemi kiadó, University of Wisconsin Press, ott a jelentéktelen, de azért mondjuk úgy képzelt, hogy magvetőször 6. Hát nem a létszám, az ugyanannyi, mint a magvető, de a kiadott művek. És azok felkértek, hogy írjak az Amerika kép Kelet-Európában. Mi sem egyszerű. És akkor írtam egy könyvet, amiben novellák voltak főleg, de közte nyáron szabadságban nyitottam, és utána néztem, hogy itt az Amerika kép hogy volt 1900-ban, 1800, a 20. században 10 évenként. Azt úgy beletettem, odaadtam, ők szépen ki is adták. És ez a nevedem megjelent. Ez megjelent. Majd ugyanekkor a szép irodalmi könyvkiadó azt mondta, hogy hát mi lesz a következő, mondta. Az volt az angol címe, United States of America, azaz Egyesült Délszímek. Egybesült. De magyarul Egybesült Államok címmel lefordítottam. És akkor ez nyomdára előkészülődött, szépen volt szerkesztő, honorárium, tudod, hogy lenni szokott ez a szakmába. De ekkor csődbe ment ez a kiadó, és rádült, és ez soha nem jelent meg magyarul. És mire hazajöttem, már nem bántam. Tehát úgy éreztem, hogy ez kinti közönségnek készül. Na, és most, amikor ezt összeállítottam, vettem egyet, azt az alapsztorimat, hogyan legyünk amerikaiak, így lenne magyarul. És ez egy véres paródia az amerikai életmódról, arról, hogy soha nincs lakásuk állandóan. Már úgy értem, hogy költöznek ide állandóan. Hogy fegyverük lehet meg, mint most nem akarom elmondani, lefordítottam. Hát ugye az milyen gyönge magyarul, azt el sem tudom mondani. Ott van a számítógépen, mert ugyanis a nyelv fogságba ejti a szöveget. Biztos van olyan műfordító, aki le tudja fordítani jobban, mint én,
de az ízei nem. Tehát az, ahogy az amerikai nyelv tudja egymás mellé tenni a főneveket, meg nem. Csak úgy döntöttem én, hogy nem, de M. Nagy Miklós azt szeretné. Hát biztos, vannak más olyan szövegeim, amiket lefordítottam. Például volt ez az említett Tiszta tűz című kötet, abban megjelent egy Öl butit és nyomorba dönt című novella, ami sajnos az ötletet elmeséltem Gotthard Péternek, és egy egész filmet készített belőle, de ez nem baj, nem azért mondom. Az arról szól, hogy én a gimnazista társaimmal a Coca-Colától ilyen hallucinációkba keveredtem, mert azt mondták, hogy az drog. Valami követ gyerek volt ott az iskolában. Na, és ezt szépen megírtam. Na most az amerikai cím az volt, hogy Coke Abuse, ami egy elég jó kis cím, mert a Coke az kokaint is jelent, meg Coca-Colát is, és az Abuse ez ilyen visszaélés, amit... Na már a cím, érted? De az megjelent, abban a Tiszta tűzben lefordítottam, amennyire tudtam, de inkább újraírni kell. Hát szándékosan nem fordítást kérdeztem, hanem magyar változatot. Hát nem, én nem tiszem a vállalkozónál, tehát hogyha ez az M nagy célja, akkor már szerződtet egy műfordítót, majd az Imre mond neki egyet. Bár nem tudom, az angolosokat te mondod a kiadóba, vagy másik rovat? Mindegy. Régebbi szerkesztője volt az angol főnök, de ő nyugdíjba ment teljesen, hágytól asztaltól. És most Imre az én szerkesztőm, ami rendkívül jó, mert őt még sokkal régebben ismerem. És valahogy én úgy vagyok vele, hogy akit régen ismerek, abban megbízom. Ez indokolatlan. Mondjuk Orbán Viktort is ismerem 25 éve. Na hagyjuk ezt, csak úgy mondom. Mi lenne, ha ajánlkozna a szerkesztőnek? Orbán vagy társszerzőnek? Nincs neki ilyen... Nincs ilyen ambíció. Akkor... Vénája nincs. Ambíció aztán... Pláne mi lesz, ha egyszer már nem politikus lesz, biztos valami. Bár azt hiszem nem fog dolgozni. Kőbánya igazgató lesz. Na jó. Na de te viszont dolgozol, és most így az életmű felől kéne ezt a könyvet megnézni. Ilyen általános jellegű kérdésem volna, hogy mi fontosabb neked, a regény vagy a novella? Vagy milyen szerepet játszik az egyik, és miért a másik az életedben vagy a munkádban? Hát jó kérdéseket teszel, csak az, hogy nem tudok röviden válaszolni. Pedig mint kérdező, én azt nagyon értékelem, ahol a kis dombokba beszél. Na, mondjuk igyekszem. Tehát. Én novellistaként indultam ezen a pályán, és azt hiszem soha az életben nem írtam volna regényt, hanem én úgy éreztem, hogy ez teljesen jó kis történet. Kinek van ideje regényt olvasni, gondoltam 20 évesen. Ez egy ostobaság, de én mégis ezt gondoltam, és merem ezt mondani, hogy ez egy ostobaság volt. Ugye most épp egy finomtól novellista kapta a Nobel-díjat, ez bíztató azért. A kiadók azt szokták mondani, Imre sosem mondta, de általában a kiadók azt szoktak mondani, az olvasó nem vesz novellás kötetet. Én ezt iszonyúan tudom cáfolni, hiszen a Bár című kötetnek, ha megmondom a példányszámát, pedig az 98-ban volt, akkor mindenki dobna egy hátast, amit Pesten mondják. Na, és én írtam ezeket a novellákat, de az öreg írók, akikkel kapcsolatba kerültem, nagyon nagy nevek akkor, Déri, Örkény, meg nem Mándi, meg nem olyan nagy nevek, mint Gál István, azok mind mondták, hogy a Gál mindenkit apámnak, hiszen apám, írj egy regényt, ez komolytan mondani. És akkor jó, akkor neki láttam, és így kezdtem regényt írni. Melyik volt az első regényed? Borgisznak hívták, és ugye nyomdászati titkot. Jól emlékszem rá. Borgisz a 9 pontos betűtípus, ha bármilyen hihetetlen, a nyomdászok a burzsóá szót ejtették Borgisznak nyelvtudásiért. Egy burzsóá nevű lap megjelent, ez 9 pontos betűtípus, az olyan ritkaság. A páros számok bűvületében él Németország, és a nyomdászat német szakma, mint tudjuk, vagy tudtuk akkor még. Na, mindegy. És akkor így elkezdtem, és akkor hirtelen rájöttem az ízére. Tehát regényt írni az azért nagyon jó, mert nem tudom, hogy te hogy vagy ezzel, de én, mert neked van tudományos munkásságod, meg mindenféle szerteágazó. De én a fikció vizein nevezek mindig. Kivéve, hogy most elkezdtem fakció címmel történeteket írni, aztán tudják, hogy van a fiction, meg a non-fiction. És ugye a fiction, az szép irodalomnak kell fordítani, de fikció, szóval olyan kitalálás. És van a non-fiction, az meg tényirodalomnak szokták fordítani, mélyen pontatlan. Most van olyan regény, magyarul is megjelent egy,
Besugókról, Györe nevű szerző tollából, amelyek egy olyan regény, hogy lényeg, hát ilyen fikció, de mindenki, akit megnevez, az tényleg ilyen valóságban. Az a barátja, aki besugó lett, azt úgy hívják, ahogy ő megírta, és na ezt hívják faction, tehát ezt hívják angolok fakciónak. Most én elkezdtem ilyen történeteket írni, az első majd megjelenik az Alföldbe, az nem lesz ebbe benne, mert nyáron írtam egy szigetet. Hát meg ez most már itt megvan. De igen, de nem válaszoltam még az arra a kérdésre, hogy ha regényt írsz, akkor az életedből elmehetsz. Tehát mondjuk 2 év egy regény norma ideje, bár aminek én most nekivágok, az inkább 5 lesz, de ez tök mindegy. Akkor nem kell a saját életedet élni, hanem ott élsz a figuráiddal valahol, és ez marha jó. Én akkor élek, ha írok, ellentétben a Márquez címmel, hogy azért élek, hogy elmeséljem, hanem ez fordítva van. Tehát magában a mesélésben zajlik az igazi életem, a többi az csak van ráadás. Most a novellánál ez nem megy. A novella az egy korty a tengerből, vagy mondhatnám, hogy egy korty élet. És annak pont az az előnye, hogy az ember a Dunapark kávéházban 9-től 12-ig úgy alapjában véve meg tudja írni. Vannak itt ilyen műfaj nehézségek, ezt az előszóba tisztáztam, hogy szerintem az külön van, hogy van a novella, elbeszélés, kisregényregény. Igen, de hát most ez a... Nem, csak úgy. Nem, de hogy ezek szerint számos írásod jött létre kávéházban. Amikor én elkezdtem író lenni, senkinek nem volt lakása. Tehát ez a hülyeség, amit mondtak a szocialista kultúrpolitikus, az egy kávéházi író. Egy nagyon nagy ostobaság. Mert a kávéházban fűtöttek? Azért ültünk ott, mert mindenki a szar albérlete helyett inkább beült oda. Ilyen magasságú asztal van a kávéházban, remekül lehet írni. Jobb helyen adtak papír, ceruzát. Ugye írógépelni nem lehetett a kávéházban, de az ember az novellát, az ceruzával vagy tollal. Én nagyon szeretek ceruzával, kockás papírra, és akkor ott elbámészkodom. És van még egy óriási élmény a kávéháznak. Tegyük fel, hogy valakinek van egy kastélya, vagy nagyon jó lakása, mint Zilahi, nem, 60-i Lajos kollégának, de ő is szeretett a lent lévő kávéházba menni. Ott volt abban a házban, ahol lakott, ugyanis a kávéházban nem lehet totojázni. Tehát ezt nem tudom, van-e szabad foglalkozású a teremben, de ha van, az jól ismeri azt, hogy ülünk otthon, nincs főnök. És akkor még úgy nem kezdünk neki, mert hát várjunk, reggeliztem már? Nem. Na jó, reggel. Elolvasom az újságot, tehát egyet tájékozódni kell. Azt a munkarét, hát egy kávé még kéne, már ittam, nem még egy, azt meg ezt. Na mit lehet még csinálni? És innen jön Déri Tibor óriási mondása, és elnézést kérek, de ezt csak szóra lehet mondani. Azt mondta Déri Tibor. Az író utolsó mencsvára a szarás. És ez igaz. Akkor már semmivel nem lehet időt húzni, akkor be lehet ülni a WC-be, lehetőleg egy könyvvel, mert akkor sokkal. Tehát van ez a totoja. Na most oda megyünk a kávéházba, egyrészt mindenki néz, tehát látszik, ha az ember. Persze abban a percben, hogy bejön mondjuk a Márton, akkor már vége, abba hagyjuk. De ha mondjuk nem jön be, vagy ő éppen nagyon fegyelmezetten így csinál, akkor nem lehet. És akkor kénytelen az ember. Tehát a kávéházban hasznosulnak a percek, otthon meg nem. És pláne ma. Meg lehet nézni az indexet, lehet válaszolni arra az 500 levélre, amire egyébként nem fogok. Tehát otthon egyszerűen kifolyik, hogy jaj, még föl kell hívni a Berki Tamást, na hát ezt följön, elcsacsomunk. Ó, de még föl kell hívni a Barna Imrét és megkérdezni tőle, hogy várjál, hogy lehet. És akkor az ember ugye el van, Isten milyen, és az idő megtelik. De a kávéházban ez korlátozva. Kávéházban nem lehet. Persze, ott a mobiltelefon van azóta. Jó, de nem illik ott, tehát az egy kicsit bunkolik dolog ott telefonálva ordítozni. Mert nem tudom, tudják-e, aki mobiltelefonál, mind ordít. Én is. Valami, egyrészt nem halljuk elég jól, és ez olyan dolog, ha mi nem halljuk, biztos ő sem. És akkor, sok ordít 16, egyébként nagyon, én egy olyan kávéházba járok, ahol finoman szól a pincér, ha valaki hangosan telefonál. És ez az említett Dunapark. Azt nagyon szeretem, szívem csücske. Tudom a történetét, tudom, ki tervezte. Meg van a fotója annak, aki tervezte, bármi hihetetlen, mert egy távoli barátomnak távoli rokona volt, szegényként belülték a Dunába közvetlenül az általa tervezett ház tövében, tehát ez a magyar történelem. Lépjünk egy kicsit tovább, hogy ez a könyv, mint összegzés, mennyiben jelent vízválasztót az életedben? Most, hogy így ez megvan. Hát, lehet vele nagyot ütni, ahogy elnézem.
Kicsit ez a nagyobb formátum volna, akkor nagyobbat is lehetne, de így is azért elég... Szerintem ebben a méretben ennél nagyobb formátumot a technológia nem enged. Mert ugye, ha kinyitod, egy könyvnél az nem árt, hogyha egy kinyitja az ember, akkor úgy marad. Van ezt, mondják a nyomdászok, hogy roppantás, tehát amikor így csinálunk. De ezt még úgy el lehet, de szerintem már ifjú nőknek ez kényelmetlen. Tehát kicsi a kezük, meg mit, de... Tehát ez nem. Na most az, hogy nagyot üt. Ugye azt reméljük, hogy minden könyvünk nagyot üt, az ilyen vékony is. Csak nem fizikailag, hanem... Világos. És hogy ez víz az... Én nem veszem magam olyan komolyan, hogy ilyen szavakat tudnék mondani a saját könyvén, mint vízválasztó. Én csak azt tudom mondani, hogy ezt összeállítani azért volt nagyon jó dolog, mert az egész életemen úgy végig lehetett. Még úgy állítottam, mindig eszembe jutott az a korszak, amikor ezt írtam. Azért ez mérhetetlen, tehát 66-tól napjainkig. Hihetetlen idő telt el, és érdekes nézni a következő dolgot. Egy. Hogy 66-ban 16 éves volt a főszereplő, 70-ben 20. Tehát mindig nagyjából annyi idős volt egy ideig. Aztán kezdődött az, hogy én már öreg leszem. Na hát aztán meg lehet figyelni azt, hogy fokozatosan leválik a szerző a szereplőiről. Igen, de mondjuk én soha, vagy alig írtam egyes szám első szemébe, az nálam a kivétel, csak a nyomós indokom volt. Ezért egy kicsi távolság mindig volt. De meg lehet nézni, hogy az utolsó novellákban ez a távolodás már kifejezetten nagyobbacska. És ahogy így végigmentem az életemen, ez egyrészt nyomasztó volt. Tehát minden korszakban az általam elkövetett hibák eszembe jutottak. Magánéleti, munkaügyi, rossz döntések. Eszembe jutott az a 100 000 szerkesztő, akivel dolgom volt. Tehát tudod, az időskornak van egy ilyen borzasztó, nem tudom, hogy előnye vagy hátránya, de hogy kimondanak önök egy tetszőleges nevet, és az önöknek egy adat, egy lexikonból, nekem meg ott van egy arc, mert mondhatnám, hogy az irodalommal kapcsolatban, meg a filmmel, meg a filmről voltam, színészek, majdnem mindenkit ismertem. Tehát ott a Dunapark kávéháznál ott csináltak egy Rutkai Éva parkot, nagyon örültek. De ott ül egy olyan szobor, ami olyan messze van attól, se a kinézete, se a lényege. És akkor én ott állok, és úgy érzem magam, hogy mit keresek én még itt az élők sorában. Hát én mégis inkább ővelük voltam valahogy. És akkor most ezt átéltem, ez volt a negatívum. A pozitívum viszont az volt, hogy úgy éreztem, hogy hát azért nem lehetek én nagyon rossz író, minden korszakban így csináltam, és főleg arra ügyeltem, hogy én nagyon sok novellatípust próbáltam ki. És hát vannak ilyen szintén a párbeszédek. Hát az később, de hogy mindegyikből legyen néhány, hogy lehessen látni, és legjobb érzésem ellenére kihagytam néhány kísérleti novellát. Például írtam fiatalon, akkor ugye fiatalon az ember azt hiszi, hogy semmi nincs fontosabb, mint az ő írásai. Ez tévedés. Minden fontosabb. De írtam olyan novellát, hogy mint a filmforgatókönyv, ilyen két sorba volt törtelve, és hanyagul azt kértem az olvasót, hogy olvassa egyszerre. Ami ugye érdekes gondolat, mert az lehetetlen. Most ezt például kihagytam, pedig ilyen is. Ez megjelent kötetben aztán? Hogy ne jelent, minden. Akkor azt hittem, hogy ez valami. Az volt a cím, hogy a Dunánál. Mi hagyjuk. Csak az a lényeg, hogy tehát most a válogatásnál úgy megnéztem, hogy azért ez egy nagyon nagy étlap, amiből mondom. Szerintem ez ugye az 50-40%-a. 48 írás van a kötetben, és az előszóban le van írva az a mondat, hogy nem enged a szerző a 48-ból. Hát ez is vicces. Az a helyzet, hogy én úgy tartom ezt, hogy a magyar irodalomnak egy kis hátulütője, biztos remek, biztos jobb, mint a belga. Ám bár akik ezt mondják, nem tudnak felsorolni három belga írót. Én hármat feltok, ha nagyon erőlködöm, de én nem mondom. Tehát én szerintem minden irodalom úgy jó, ahogy van. Pláne, hogy most már világirodalom van. De a magyar irodalomnak talán az a legnagyobb jellegzetesség, hogy olyan súlyos sorskérdések. Belehalunk, meg mit tudom. És van egy olyan irodalom, ami nem ilyen. Mondjuk azt mondanám csak, hogy Karinti örkény, ez a vonal. De én valahogy oda tartozom. Tehát én, ha Karintit olvasok, úgy érzem, hogy az a bátyám. Nekem korán sincs olyan humorom, meg egész másképp írok, de valami ez a budapesti, kicsit zsidó és belvárosi aszfalt gondolkodásmód. Ez teljesen, ahogy ő gondolkodik, tehát nekem is, ha valaki elmesél egy történetet, úgy olyasmik jutnak eszembe, mint amit ő írt, és én azért nagyon szeretem olvasni a Karintit.
még jobban őrként, az meg annyira közel áll hozzám, hogy fiatalkoromban kifejezetten az epigonja voltam, amire nem más hívta fel a figyelmet, mint ő maga. Bár ő derűsen, aki nem derűsen, az a felesége volt. De... Mindegy. Szóval ez jó, de például Molnár Ferenc fiatalkori prózája, az is elképesztő csavarásokkal hozzá. Na most ez érdekes, amit mondtam, Molnár a harmadik. Tehát én úgy érzem, hogy Molnár Ferenc soha nem kapta meg azt a rangot a magyar irodalomban, amit megérdemelt volna, és nem a Pál utcai fiúkkal. Hát a mondjuk a haditudósító... Még amit előtte írt azokkal a kis párbeszédeivel, azok hihetetlen kegyetlenek. Igen. És a humort itt nem szokták méltani a irodalmi körök, de én már rég nem foglalkozom, ki mit méltani, csak úgy mondom, hogy én úgy érzem, hogy én ez vagyok, és ezért előszóban meg bárhol a mód van rá, hogy ne olyan nagyon, tehát ne vegyem olyan nagyon komolyan magamat, akkor az első dolgom. Lehet, hogy ez attól való félelem, hogy esetleg úgyse vesznek komolyan, akkor kezdjem én. De ezt a bécsi doktorral kell megbeszélni, mert nem tudok, csak úgy feltételezem. Jó, hát a Burkesszében rendel. Meg ott van még? Ami nem azonos a Berg... Ki van írva a Bergesszében, ami nem azonos a Burkesszében. Na jó, de ez most nem tartozik szorosan ez a könyvhöz. Sokkal inkább oda tartozik, hogy ahogy az ember olvassa ezt a 48 írást, nem mindig, de majdnem mindig az az érzése, hogy önarcképet olvas, akkor is, hogyha nincs jelen a szerző közvetlenül. Egyrészt önarcképet olvas, másrészt éppen pillanatfelvételt az adott korszakról. És nagyon érdekes nézni, hogy haladunk előre az időbe, mondjuk a 60-as évek második felétől a 90-es évek végéig, majd pedig a 2000-es évekig, akkor változik a szerző is, a szemlélete is változik, mert egy egyre érettebb szemmel nézi a dolgokat. Ő maga is olyan tapasztalatokat gyűjt be, amiket fiatal korában még nem gyűjtött be. És hát túl vagyunk először a 60-as, 70-es, majd a 80-as éveken, majd az ezred végen is. És így megnövekszik a visszatekintés perspektívája is. És nem tudom, igazából most egy egyszerű dolgot kérdezek, amire röviden tudsz válaszolni, hogy te tudsz-e önmagad olvasója lenni, tudtál-e például a kötet összerakásakor, és így rácsodálkozni erre a változásra? Én egyáltalán nem olvasom saját magamat. Most ez egy feladat volt, de én semmilyen régi könyvemet ki sem nyitom, kivéve ha dolog van, tehát mondjuk filmírás, ez a valahogy újrakiadás. Ha újrakiadás van, nem tudom nem elolvasni, de kínszenvedés nekem. Másokként annyival szívesebben. Most ezt elolvastam, és ezt nem vettem észre, amit mondasz. De annyira igazad van, hogy a friss novellákban fajnán mindig, noha egy nyugdíj körüli ember ott, vagy több nyugdíj körül főszereplő, de sokat előjön a gyerek és a kamaszkor a novellákban. De igazad van, ezt én nem... vettem észre, tehát gondolom idős ember hajlamosabb emlékezni. Nem, ez így fokozatosan gyűlik az emlékezés, de közben meg az éppen adott környezet is mindig jelen van, és annak a változásai is elég jól érzékelhetők. Meg nyilván az is, hogy éppen mivel foglalkozik, nem is a főhős, nem is a narrátor, hanem az elbeszélői nézőpont. Hogy a fiatalkori novellákban van egy jogászi nézőpont, egy frissen végzett jogászi nézőpont, ez egy idő után eltűnik, és akkor lesz helyette más. És hát ez is egy történet. Egy ilyen, mondjuk így, hogy metatörténet, ami rátelepszik a konkrét különálló történetekre. És olyan, mintha ezt a szerző akarata ellenére külön megírta volna. Nem, szerzőnek ez eszébe se jutott, de ettől még lehet így. Tehát most, hogy mondod, jogi kart végeztem, tehát nyilván a gondolkodásomra az valamelyest hat. Én egyébként úgy érzem, hogy mindig hat. Tehát a jognak az a nagyon szigorúan zárt logikus rendszere, azért az ott van az írás. Tehát az én írásaimban mondjuk így, hogy rend van. Ez kritikára is ad alapot. Tehát egyszer egy neves, bár kissé hisztérikus kollégánk, és most akkor legyünk általánosak, úgyhogy Kornis Mihály. Mi azt mondta,
elolvasta az apák könyvét, hosszú dicséret, és a végén azt mondta, hogy de van egy nagy baj ezzel a könyvvel, hogy te úgy bánsz a történelemmel, hogy borzalmas dolgok vannak, pogrom van, első világháború, második világháború, minden van, embereket megölnek, holokauszt. De a te könyvedből az derül ki, hogy azért ez mind csak egy félreértés. Tehát igazából az élet szép, mondja Kornis. És ezt azt mondja Kornis, ez nem jó. Az élet ronda, mondja ő, és azt a könyvet úgy kell letenni, hogy erről meggyőződ az olvasó. Ez az apák könyvéről különösen nem így van, mert az egy rendkívül derűs könyv, ami arról szól, hogy nem lehet kiirtani minket, és a dolog újra kezdődik, majd a könyv vége után az életben. És akkor, mikor ezt mondta, ezt a felesége által készített bableves fölött mondta egyébként, akkor, és azt, hogy hogy eszik, azt most nem mesélem el. És ott ezt elmondta, és ott ezt így elgondoltam, igen, én rendet szeretnék. Az én fejemben rend van, én úgy érzem, hogy a dolgokat el lehet intézni, én úgy érzem, hogy a háborúkat el lehet kerülni. Itt például Magyarországon, ha a kezembe kerülne a hatalom, amit ugye azért Isten őrizzen, engem, mert hát én nem élek rá, nekem jobban. De ha mégis, akkor én rendet tudnék, én úgy érzem, hogy rendet tudnék tenni. Az ellenérdekű felekkel leülnék egy asztalhoz, és valahogy van egy ilyen képességem, hogyha két őrjöngő embert úgy leültetek, ezt egyébként mediátornak hívják, akkor ezzel egy kis higgadt modorommal addig kavargatom utána a dolgokat, míg úgy, ha nem is békülnek ki, de úgy csend lesz, tehát úgy tudnak. És szerintem ennyi a feladat, le kell ülni és megbeszélni közös dolgainkat. És ha van valami központi gondolata az én egész munkásságomnak, akkor az ez. Föl vagy dúlva? Ülj le, olvasd el, és akkor talán úgy rend lesz. És lehet, hogy igaza van a Kornisnak, hogy ez nem realista álláspont. De miért érdekel ez engem? Tehát én amúgy egy mikrorealista vagyok, tehát egyetlen sort. Én olyan vagyok, hogyha azt írom, hogy és 23-án is van egy évszám, lement az utcára, akkor megnézem az örök naptárba, hogy vajon nem volt-e vasárnap. Tehát én ezekre a dolgokra nagyon ügyelek. A mondani valóm lehet egy kicsit idealista, nem tilos ez. Nem, hát itt az a kérdés, hogy ezt most még politikust eddig nem próbáltunk ki, és nem tudom, hogy erről sor kell, de hát szóval szerzőként az egyes írásokon belül, és erre a novella műfaja szerintem alkalmasabb, mint a regény, mert itt ez gyorsan eldől, hogy sikerül vagy nem sikerül. Most van egy novella például, ahol egy másodfokú bírósági tárgyalás van leírva, és akkor kiderül ebből a novellából, hogy ki mindenki mivel foglalkozik, mindennel foglalkozik, csak éppen magával az üggyel, a vádlottal, a bűncselekménnyel nem, holott az a tét, hogy halálra ítélik és kivégzik-e az illetőt, mert amikor íródott és amikor játszódik a történet, akkor még volt halálbünti, és ezer és egy dologgal foglalkoznak, a legapróbb, kicsinyes mindennapi ügyekkel. Igen, de a végén mégiscsak figyelembe veszik a figyelembe nem vett enyhítő körülményeket, és mégsem halálra ítélik, hanem letöltendő börtönbüntetésre a vádlottat, tehát ez a kiegyenlítődés végbe jön. Nézd, a Kornis írta volna fel a kasztját. Most én azt szeretném kérdezni, megragadva az alkalmat, hogy olyan végi, legalább jó ismerősök vagyunk, majdnem barátok. Nálad mi lenne a novellában a végén? Te történetet. Na de játékból. Figyelj itt a... Bátran az. A dolog eszkatológiai tételnek kétségbe vonva. Tehát felakasztani az kevés. Tehát nálad felmégyelni. Nem, hát akkor mondjuk minimum az embernek, mint meglátásra váró teremménynek a sorsa dőlne el. Mondjuk bekövetkezne, vagy nem következne be. Vagy mondjuk a anyagban fogjul esett szikra, vagy kiszabadulna, és ezáltal az anyagi világ megsemmisülne, vagy nem. Nem tudom, mert nem én írtam. Na, a következő... Maradhatunk ennél. Okay. Itt írok, megírom itt mindjárt a közönség szemmel láttára, csak azért nem, mert nekem most itt a kérdező feladatköre jutott, és az az írói munkássággal, annak közvetlen gyakorlásával összeütközésbe került meg. Igen.
Szóval, hogy két kérdés emberekről az életedben. Itt szó esett a szerkesztőkről, hogy egészen különböző szerkesztők voltak. Most a néhány szerkesztőnek a mini portréját meg tudnál itt rajzolni, akik számodra fontosak voltak. De az első nyilván az mindig fontos, meg hát akik tudtak neked segíteni, vagy jó volt velük együtt dolgozni. A magvetőhöz nyújtottam be először írásaimat, egy Dalos György nevű általad jól ismert Berlinben élő költő-prózaíró tanácsára, ahol Virágnéhoz keveredtem. Ő teljesen bolond volt. De olyan bolond volt, hogy egy Kristó Nagy István nevű másikkal ültek ott. Sajnos azt olvastam a Szőnyei könyvében, hogy mind a ketten erős szálakkal kötöttek a 3x3-as vonalakhoz, de ezt én nem tudtam, és ez mindegy is. Össze volt tolva a két íróasztal, eddig a papírok, és épp mikor odamentem, és kérdeztem, hogy mi van az én beadott kéziratommal, épp azt mondta a Virágné, hogy soha nem laksz rendet, ha soha nem laksz rendet, fölgyújtom ezt. Mire azt mondta a másik, gyújtsd. Erre vette egy gyufát, és én tudtam, hogy ott van benne valahol az egyik. Na, tehát ilyen volt az első Virágné. Virágnek volt, hogy Vilmon Gyula, ő gyomorbajos volt, ha hagyjuk. Az igazi szerkesztők lapoknál ültek, akik segítettek. A legfontosabb ember volt Gál István, aki szomszédom is volt, tehát egymástól laktunk 20 méterre, és ugye egymásba szerettünk. Ő neki tetszett, hogy én egy ilyen fiatal hülye vagyok, nekem meg tetszett, hogy olyan nagy könyvtára van. És akkor ő mindent elolvasott, azt is, amit nem a újírásnak adtam, csak úgy írtam, és akkor nagyon sokat javított, meg mit tudom én. Ő nagyon tolt el az ötletek felől a hagyományos tolsztói realista próza felé. Én egy kicsit mindig hagytam magam, tehát akárki mondott olyat, ami... Akkor Mándi Iván a szürreália felé kapacitált. De hogy ő is olvasta a... Ő inkább csak a megjelenteket, és akkor utólag a Kád, mert ő vele viszont tényleg heti rendszerességgel. De Mándiról nem kell külön szót ejteni, a Gál Istvánnak ma is érdemes elolvasni a Ménes gazda és a Vaskor című könyveit. Hát igen, szegénynek. Na mindegy. És akkor ők voltak. Akkor volt egy Orbán Otto nevű költő, akit talán Kortásnál volt akkor. Ő ült a Kortásnál, mint prózarovatvezető, és bevittem a kis művelet, akkor undorral elmondta a véleményét. Ő azért mondta undorral, mert ő nem szerette ezt a mikrorealizmust. Ő azt szerette, hogy a prózát szerkeszteni nem szeretett? Az is lehet, azt nem tudom. De ő azt szerette, egyébként az egészséges, hogy költő szerkeszte a prózarovatot és fordító. De mindegy, ő azt szerette, hogyha valami fel van díszítve nagyon, és akkor mondta, hogy olvassam Betlen Miklós, Pázmányt, olvastam és is. Akkor olvastam. Akkor egy kicsit olyan díszítesebbek lettek a mondatok. Ez főleg az, pont az Odysz féle novellákban, akkor elkezdtek ilyen... Hát akkor ugye erőlködtem a kedvéért, nagyon helyes ember volt. Aztán az élet és irodalomban rengeteget publikáltam, és ott nagyon sok szerkesztő volt. A legjobb volt a Dérci, az semmit se segített, csak beadtam, és egy hét múlva megjelent. Ezzel sajnos például mondjuk a te kéziratot került hátrány, vagy az összes, nem tudom. De ha én valamit ott leadtam, most ennél jobban egy írót, hogy úgy mondjam, kritizálni nem lehet, mint hogy rögtön lehozza, és akkor az ember úgy nézi, befutnak gyorsan a reakciók, és ez mégse olyan jó. Tehát ez visszatérő élményem volt. De ő nagyon rendes volt. Mostában van egy Acél Géza nevű költő, Alfred. És ő folyton kér, és olyan leveleket ír, hogy nem lehet neki ellenállni. Tehát ilyen nagyon szellemes. Akkor én válaszolok, tehát mondhatnám, hogy a levelezésünk néha épületesebb, mint a... De azt ugye nem publikálja. A másik ilyen típusú kérdés az, hogy irodalmon kívül kik voltak rád olyan hatással, amely hatást a munkáidban nyomon lehet követni, vagy te magad érzel? Ezt a kötetet összeállítottam, és ugye én tudom, hogy írtam anyámról egy regényt, és valahogy úgy képzeltem, hogy az úgy rendben van. Már úgy értem, hogy leszámoltunk egymással azáltal. Ebben döbbenten látom, hogy rengeteg novellát. Nagyon sok van benne. Tehát ebből arra következtetek, hogy nem közönséges volt az ő hatása. Azt mondhatnám, hogy anyám volt a legnagyobb hatással irodalmi működésemre. Úgyis, mint ellenfél, vagy ellenző néha, és úgyis, mint modell. Távoli modell ugyan, hát ugye ahány anya novella, annyiféle anyafigura, de azért mégiscsak kirajzolható belőle néhány, tudod, a legkisebb közös többszörös.
Aztán a második, aki nagyon nagy hatással volt én rám, az tulajdonképpen Eszterházy Péter, nem a személye, hanem mikor megjelent ő, akkor én egy háromkötetes szerző voltam már. És úgy éreztem, hogy hát ez ki jöhet egyáltalán. Ráadásul úgy mutatta be Gál István, ami írószövetségi konferencián, amit veszem. Meg az új írásban jelent meg először. Jó, de én nagyon nem figyeltem erre még, hanem egyszer csak a Gál tudta azon a konferenciáztam. Miklós, itt van egy új fiatal tehetség, hadd mutassam be. És jött egy nagyon sovány, ilyen hosszú hajú, úgy nézett ki, mint egy történelmi festmény, ilyen Lennon szemüveg volt, jött, nagyon furán nézett ki. Nézegettem, nekem is volt hosszú hajom, de nem ennyire. Úgyhogy nézegettem, oda nyújtotta a kezét, és olyan nagyon puhán nyújtotta, de én nem tudtam, hogy jól is, semmit nem tudtam. A nevét se értettem, mert azt mondták, hogy engedd meg, fiatal írótás, hogy Péter. Azt tetszett Péter, a kedvenc nevem, különben egyik fiam is Péter. És akkor kezet fogtunk, és azt mondta nekem, tiszteletem. Én nem tudtam, hogy ez vicc. Mondtam, jó napot, hát ha tiszteltem, akkor nem lehet tegezni. Mondtam. Amit nem tudtam, hogy mind a ketten 1950-es. De ez ott nem volt világos. Én voltam, a beérkezett, hogy maga ki most jön. És akkor elkezdtem olvasni az írásait, és láttam, hogy mindennek az ellentétét csinálja, amit én szeretek. Tehát egyáltalán nem úgy, nem szerkeszt abban az értelemben, hogy én, nincsenek építmények, csak jönnek a bekezdések, de egyik jobb, mint a másik. Jönnek a mondatok, marha jó. És humora van. Tehát ha volt egy közös pont, az ez. És akkor kezdtem így rágerjedni. Tehát én szerintem nincs ember, aki Eszterházyt alaposabban ismeri, mint én. Minden sorát elolvastam, még azt is, ami csak németül van. És engem annyira szórakoztat. De eszem ágában nem volna, hogy úgy írni, ahogy ő. Tehát nagyon-nagyon távol álltél. De ez, tudod, ha definiálod a kontrát, azzal erősíted magad. Tehát, hogyha definiálod, hogy na, ezt én soha nem fogom csinálni, akkor megerősödsz abba, amit viszont igen. És ilyen alapon az Eszterházy minden munkája valami felé engem elvitt, és köztünk úgy egy valami nagyon laza személyi kapcsolat is van, de igazán nem. És ebben mindig az ő pikkírt megjegyzései, amik azok nekem jót tesznek. Tehát mondok két példát. Egyszer találkoztunk az utcán, és voltak olyan korszakaim, amikor mindig adtam tisztelet példány boldognak, boldogtalannak, például amikor az Abu volt, aki egyszerűen azért csak már volt. Ugye én voltam a kiadóigazgató, vagy nem én voltam, de nagyon tiszteltek. Tehát akkor őkezem. Na és akkor volt, hogy adtam neki, volt, hogy nem. Amikor találkoztunk, akkor az Anya csak egy van című könyvvel beszélünk, abból nem adtam. Nem azért, mert ne lett volna, nem találkoztunk, ugye én éppen tévében mulattam az értékes napjaimat, tehát nem. És akkor találkoztunk, megállított, és azt mondta, azért az az Anya csak egy van. És itt elhallgatott. Én meg vártam, hogy ugye olyan arccal mondta, hogy bármi lehetett volna. Az is, hogy szar, az is. Elhallgatott, elgondolkodott. Elolvastam a első 15 oldalt. Azért az meg van csinálva. És tovább ment. És akkor én ott álltam, hogy érted, most ez mi ez? Mit jelent? Vagy mesélek neked egy másikat. Kiadtam egy Bornai Tiborral, biztos nem köztudott, de én most elment az eszem, és gitározni szoktam. És alakítottunk egy kétszemélyi zenekart. Kiadtunk egy CD-t. Az a címe neki, hogy Kalóz zene. És akkor egyszer csak találkoztam utcán a feleségével, és azt mondta, mi azt a CD-ket adsz ki? Mondtam, igen. Hát akkor, hát az túlzás, egyet. Hát és nekünk nem adsz? Már nagyon rég nem adtam nekik. Szintén csak valahogy így alakult. Hát mondom, éppen adhatok. És mivel útba esik, amerre lakom, elhaladok az ő utcájuk előtt. Mikor megjelent, mert akkor én bekanyarodtam, hogy bedobtam egyet a postaládába. Erre múlt héten kaptam tőle egy e-mailt. Azt írja az e-mailben. Köszönöm. Kettős pont. Azért egy 67-es fotó sok mindent elmond. Eszterházy Péter. Van a, tudod, a lemez van ilyen kis füzet, és mivel én kamaszkoromban is zenéltem, van egy fotó, 67-es fotó, Berki Tamás és én állunk a berlini Decca stúdióban egy mikrofon előtt. És ez úgy tetszett neki. Most ez megint ugyanaz, hogy neki nagyon tetszett a fotó, hát hogy milyen a CD, nem mintha ez most fontos, ez az én részemről azért egy játék, vagy egy, nem tudom, kiegészítő sport. De én nem írnám azt meg, hogy
megkaptam új könyvedet, és tudod, azért, ahogy állsz a kertbe, az olyan jó. De ez nem baj, ezt csak azért mondom neked, azt kérdezted, rám ez is nagyon nagy hatása volt. Eleve én nem gondoltam, hogy őt érdekli, mert egyszer azt mondta nekem, amikor megkértem, valami, akartam csinálni ilyen író, ki mi tudja, csináltam is mindegy, egy irodalmi fesztiválon, és mondom, hogy nem csinálnál valami mást, amit, mint amit szoktál. Mire gondolsz? A Grecsó népi táncol, a mit tudom, mindenki rajzol, esetleg nem akarsz egy nótát elénekelni, azt mondta, botfülem van. Na most ebből arra következtetek, hogy hát miért? Igaz, hogy a felesége kérte a CD-t, lehet, hogy... Na mindegy. Eszterházi Péter nagyon nagy hatással van rá, főleg a munkáival, és ilyen kontrában. Lehet, hogy bonyolultan mondtam. Ne, ez tökéletesen bonyolult a számomra legalábbis. De ha már itt tartunk, akkor különféle nemzedéktársaid néha nagyon nagy fáziskéséssel indultak el hozzád képest, például Kukorelli Endre, aki nem lényegesen fiatalabb nálad, talán egy évvel. 1984-ben jelentkezett az első verses kötetével. Hát igen, én meg ugye a kötetem két év cenzurális hányódás után jelent meg, 72-ben. És hát még akkor is csak 22 éves volt. Hát igen, akkor úgy éreztem, hogy meghalok, ha nem jön. Tudod mennyi várni egy fiatalnak két éve? Hát mindenki emlékszik rá, borzasztó. És utána mi történt? Kérdezted a regényt. Megírtam Borgész című regényet, elfogadták, eltett másfél év, telefonáltak a kiadóval, azt úgy hívták, hogy Kozmosz, ott volt a New York házban az is, a Móra rész. Hát a Móra. Mindegy, menjek be tiszteletpőnyükre. Bementem, hát én olyan boldog vagyok, ha megjelent egy könyvvel, szerintem te azt el sem tudod képzelni. Tehát ezt is simogattam. Na most nem, ennyire nem adom most ezt tovább. Bementem, ott volt, ugye 30 tiszteletpénzt állítottak a szocializmusban, föltéptem az első csomagot, kinyitottam a könyvet, szétesett röplapjai. Nem baj, a másik az is. És ott állt mellettem a kiadó jövőszre, te ez mind ilyen? Kérdezik, mondom, én nyomtam. És akkor kinyitottuk mind. Valószínűleg ragasztott volt, és nem fűzött kötés? Hát fűzött volt, de elszúrták. Tehát egy karton, amit megvartak, de rosszul. Mint később kiderült, állott volt a célna. Mindegy. Én csak azt láttam, hogy gondoltam, nem megvigasztalódós típus vagyok. Nem baj, majd aki elolvassa, az összerakja, jó lesz az. De azt mondták, hogy hát ezt így mi nem fizetjük ki. Akkor húzakodtak a nyomdával, és tudod, mi történt vele? Bezúzták. Pedig az 10 000 példány volt az első tirás, bezúzták, és azt mondták, hát mindjárt kiadjuk újabb másfél év. Tehát 3 évet így vártam, és most gyorsan... Remélem meg közben új könyvet. Mi? Talán nem. De biztos, mert a Magvetőnél jelentek meg a könyveim, ez egy regénypályázat volt, amin nyertem egy díjat. Szóval azért történt más is közben az életedben, meg a pályában. Volt mindenféle. Akkoriban... Nem csak az történt, hogy rágtad a körmödet és... Nem, hát akkoriban volt az, hogy színdarabok szerzőjeként blamáltam magam, a filmeket itt. Szóval volt, jogi kart végeztem, volt ott baj ezen kívül is. De ez nem meglett? Hát aztán meglett, az elég nagy siker lett akkor. Hát és tanúsíthatom, hogy ma is érdemes elolvasni. De most nem kapható, de majd az Európa. Nem, hát volt neki új kiadása több is. Hát egy volt, de az már... Nekem azon már... Hát az már az... Az olyan lehetett, megmondom neked, Apák könyve után jelent meg. Az, Apák könyve az 2000, tehát 2001-2002. Na és... most akkor egy kicsit meredekebb kérdést teszek fel. Na. Nem muszáj válaszolni, hogy... Hogy látod önmagadat, mint írót? Egy ilyen összegző kötet után egy ilyen kérdést is fel lehet tenni. Hát nem érzem én ezt olyan meredeknek. Én úgy érzem, hogy én... Tehát volt egy idő, hogy a Gródi János, Illés Együttes, és a Cvak Unikum kötött egy házasságot, és egymást reklámozták. És akkor volt egy jelmondat erre, hogy Gródi János Unikum a rockzenében. Pirulva vallom be, én találtam ki a mondatot, mert jóba voltam mind a Cvak nevű emberrel, aki itt egy nagyon helyes ember volt, és nyugosztalja, és boldogan jóba vagyok Gródi Jánossal, például ma is együtt ebédeltünk, konkrét Artisiusos probléma miatt, mindegy. Na, és én ezt kitaláltam, mert szilárdan meg voltam róla győződve, hogy Gródi János tényleg unikum a rockzenében, olyan nincs több, vannak jobbak, de ilyen fajta nincs. És én nagyon szerintem, de azt gondolom, hogy én meg egy unikum vagyok a magyar irodalomban,
unikumságomnak az alábbiak az összetevői. Egy. Nem nyughatom. Tehát amikor már úgy ott tartok, hogy beérkezett írónak számon tartanak, akkor rögtön gitároznom kell, hogy például. Amikor az Anya csak egy van, kezd sikeres lenni, akkor a tévésorozattal próbálom fölhívni a figyelmet arra, hogy azért én nem vagyok komoly író, mert ugye aki a tévében szerepel, az nem az. És így tovább. És egész életemben ezt csináltam. Amikor úgy kezdtek rendben lenni a dolgok, gyorsan elmentem Amerikába 3 évre, hogy és így tovább. Tudod? És én ezért vagyok egy unikum, mert valahogy nem nyughatom. Vagy amikor már úgy az lenne a dolgot, hogy így otthon maradj, ne foglalkozz senkivel, akkor írótársakkal 2 heti rendszerességgel ülök itten, és kérdezem őket, és 2 ilyen marha nagy kötetet kiadom. Hány íróval beszélgettél összesen? 77. Nincs is annyi. Az igazság az, hogy én azt nagyon szerettem. Mert én csupa olyat kérdeztem, ami engem érdekelt, és a titkaitokról nagyon sok dolog kiderült nekem, függetlenül attól, hogy némelyik se a tévéműsorban nem kerül bele, se a kötetben. Mert aztán, de én nagyon sokat megtanultam arról, hogy ki hogy ír, kinek mik a fortéjai, és én talán kávéházban is végig kérdeztem volna mindenkit, ha nincs ez a véletlen. Mit tudtál kezdeni azzal a problémával, hogy lehet valaki esetleg jó író, de ettől függetlenül rosszul kommunikál? Én nekem az a tapasztalatom, hogy van itt egy félreértés ezzel a műfajjal kapcsolatban. Ugye a tévések, a profik, azok azt hiszik, hogy az a feladat, hogy odajön valaki, és ők ott villogjanak mellette. Sőt, és az is villogjon. Ezért megbeszélik, hogy tehát nagyon sok ilyen, jó, hát ez egy szürke író, nem érdekes, de tudsz te még valamit azon kívül? Hát igen, tudok, gyors tempóban papírhajót hajtogatni. Nagyszerű. Akkor papírhajót fogunk hajtogatni. És jön egy műsor, biztos érdekes a papírhajó hajtogatás, de gondolom én az óvodában lenne érdekes. Tehát én nem ezt csinálom. Nekem az a munkahipotézisem, hogy mindenki legyen olyan, amilyen. Én azt szeretném megmutatni, amilyen. És ez nagyon fontos mondat. És nem olyan, amilyennek mutatni akarja magát. Tehát én semmi mással nem foglalkoztam, mint megpróbáltam olyan helyzetbe hozni, hogy ő ellazuljon, jó érezze magát, és olyan legyen, amilyen lenne a kávéházban, vagy családi körben. És akkor visszatérő vélemény volt a néző, hogy érdekes, az írók ilyen jó fejek, én ezt nem is tudtam, lapítottam. Ennyire nem jó fejek. De ha segítesz neki. Érted? És tehát ilyen alapon rossz interjú alanyom nekem nem volt. Olyan volt, hogy egy beszélgetés rosszul sikerült. És én nem sértődöm meg ettől, tehát például a klubrádióban most minden héten van egy ilyen zenés beszélgetésem, ott is van, ami rosszul sikerült. És akkor én azt tudom. Tehát én nem dumálok, jó, jó volt az. Nem, ami rosszul sikerült. Ha semmi nem sikerül rosszul, akkor jól se. Tehát kell néhány rosszul sikerült, hogy te tudd, hogy ez a rossz. Ez a klubrádiós program mióta van? Hát ez június eleje óta, és ez szintén a gitározás miatt van. Mert telefonáltak a klubrádióhoz, és azt mondták, hogy csinálják nekik egy műsort, ahol beszélgessek a magyar írókkal. Not again, ugye? Már, mondom, már mindenkivel beszélgettem, van akivel többször már lesznek. De ha akarjátok, beszélgetnék emberekkel, és mindig elhangzik valami élő zene. Jó, mondták, úgyis zenés rádió. És akkor még azt az intimitást is elmondom neked, hogy kérdezték, hogy mennyit kérek, és mondtam, semmit, ingyen van. Ezzel támogatlak titeket. Ezt álnokul mondtam, ez azért jó, mert nem követelhetnek tőlem semmit. Na, és akkor oda jön valaki, mindig más. Például holnap jönni fog a Péterfi Bori. Na, de mi együtt elő fogunk valamit énekelni, amire volt egy próba, fölkészültünk. Akkor volt a Herzku Ágnes népdal énekes, vele presszert énekeltünk, tudod? Most nekem az nem a... nem annyira a rádióadás az élvezet, mint az, hogy összeülök próbálni igazi zenészekkel, és úgy nagyjából tűrik, vagy mit én játszottam az Oránnal. Hát azért ez egy nagyon nagy mester. És szépen elmentem a házába, összetanultunk egy számot, és olyan egész jól sikerült. Egy hét múlva megkapom CD-n, és minden meghallgatom, már némelyik nem sikerül, de közben van egy jó ízű beszélgetés. Ők meg boldogok. Mert tudják jól, hogy a zenéről fogunk beszélgetni, és a zenéről arról úgy érdemes. Hát meg én értem is hozzá. Hívok színészeket is, tehát már volt 2 színész, de olyat, aki énekel. Sőt,
lásd csodát, Grecsó Krisztiánt is elhívtam, mert ő gitározik néha, és akkor gitározott énekelt, kicsit vokáloztam neki, meg lekísértem. Most nekem egy állati élvezet. Azt nem tudom persze, hogyha ül mondjuk a bölcsészkaron egy irodalom kritikus, és azt hallja, hogy a Vámos a Klubrádióban gitározik a Presserrel, vagy a... Már sokan voltak. Vagy nem tudom, Dress Mihály szakszofonozott én. Akkor ő mit gondol? Hát én szerintem ilyenkor két legitim kérdést lehet föltenni. Egy, hogy tud-e gitározni az illető? Nem. De nagyon gyakorol. Igen, de ez már majdnem annyi, mint ha tudna. És a másik az, hogy ez mondjuk főfoglalkozását, az írói mesterséget hogyan befolyásolja. Igen, ezek remek kérdések, de nem tőlem várod a választ. Nem, én kérdelek én a fiktív irodalom kritikus helyett más dolgokat. Például nekem most az jutott eszembe, de közben úgy látom, hogy lassan-lassan az időnk végére járunk, úgyhogy... Azt arra, jól látod, mert van egy óra. Arra biztatnám, legyenek kérdések? Tudod, ez egy olyan dolog, nem zárkózunk el, de a közönség nem szeret kérdezni. Nem, most ezt, ne legyenek ilyen. Aki akar, bármikor tegye. Nem, hogy most így lehet így gondolkodni rajta. Csak ne legyen az, hogy milyen hallgatunk. Nem hallgatunk, mert nekem nagyon sok kérdésem van még. Azért mondom most, hogy így lehet rajta gondolkodni, és majd úgy fokozatosan bevonódnak. Ha nem vonódnak be a közönség soraiból, a potenciális kérdezők, akkor kérdezek én tovább, ami végére nem érünk meg, majd akkor végére. Hát szerintem van még egy erős 10 percünk. Persze. Nem, most például arra volnék kíváncsi, hogy milyen a viszonyod a fiatalabb nemzedékekhez. Van-e olyas valaki, akire felfigyeltél, vagy akire aki megítélése szerint, vagy saját bevallása szerint tanult tőled? Ez jó volna hallani erről valamit. Amikor a Bóvóban voltam, akkor én nagyon fontosnak tartottam, hogy minden évben kiadjunk egy teljesen ismeretlen, és ez így is volt abban az 5 évben, és nem volt rossz az érvényesülés. Ezt ma Hanvai Kornélra hát például. Tehát én némileg büszke vagyok azokra, akik ott jelentek meg. Amikor annak vége szakadt, akkor is hát úgy jelentkezgetnek fiatal írók. A többség segítséget akar, nem tanácsot, tehát adjam ki. És mondom neki, hol adjam ki? Hát az abból mondom, 97-ben minden ilyen lehetőségem megszűnt. Hogy lehet az? Mikor ott jelennek meg a könyvei? Mondom, előtte a Magvetőnél jelentek meg, és azt se tudtam elintézni. De tehát ezt a részt, ezt hagyjuk. Jó, ez vannak, akik valamilyen szakmai kérdéssel jönnek. Én mindenkit kiszolgálok, mert engem is kiszolgáltak ezek az említettek. Tehát úgy érzem, hogy kötelességem továbbadni. Ilyen alapon van egy olyan 8-10 fiatal író, akivel nagyon jó a viszonyom. Mondjuk Tóth Krisztina, akivel egyszerűen Szigligeten valami irodalmi rendezvényen összebarátkoztunk. Jót beszélgettünk, azóta megvitatjuk az irodalmi ügyeket. Pláne amiatt a prózát ír az ott. Mint hogyha a Pixel című könyvéről beszélgettél volna vele. Hát is, de több. Szóval az ő prózai munkásságát én nagyon bírom, és szerintem ez az ő világa. De persze nagyon jó költő, de aztán az említett Grecsó, akit már akkor, ő egy ideig úgy tartotta, hogy én az ő mestere vagyok, még valami tévéműsorban is elcitált, aminek az volt a cím, hogy Mester és Tanítványa. De ilyenek voltak ott, hogy a Vitrai, meg valami fiatal reporter, meg én. De aztán ezt nagyon hamar abba hagyta, amikor a Magvető szerzője lett. Azóta a Magvetős nagy szerzők az ő mesterei, de ez rendben van. Ezzel együtt úgy érzem, hogy ő nemzedéke legjobbja. Tehát ő egy nagy prózaíró lesz majd egyszer. Aztán van két, mondjuk így, hogy haverom. Az köt minket össze, hogy mind a kettő dadog. És hát én erőteljesen dadogtam valaha. Dadogósok. Ezért voltam jobban a szegény Kertész Ákossal, aki most reméljük angolul dadog valahol. Na mindegy. És az egyiket úgy hívják, hogy Pap Sándor Zsigmond. Ő a Népszabadságnál valamilyen rovatvezető. Hát és több regénye megjelent. De az egyik, aminek most a címe nem fog eszembe jutni, és erdélyi regény, az nekem igazán nagyon tetszett. Ezek a kapcsolatok egyébként mindig a Grecsóval is úgy keletkeztek, hogy elolvastam a Petyka, amit felhívtam.
azt a papot is felhívtam, kiderült, hogy dadog, rögtön belottam a színűt. És van egy, aki viszont nagyon dadog, őt tudják, hogy Benedek Szabolcs. Őt is felhívtam egy bizonyos könyv után, kiderült, hogy a statisztikai hivatalban dolgozik, ott ő szerkeszti ezeket a statisztikai évkönyveket, ezt mély részvétel mondod. Na most ő 18 kötetes szerző. Nagyon szerintem egy remek író, különösen a realista novellái, és most írt egy új könyvet, az a címe, hogy Focialista forradalom. Ezt nem ő találta ki, és nem a holland esemény. Amikor a berni világbajnokságot elvesztették a derék magyarok Élen Puskás öcsivel, és jöttek hazafel, akkor Budapesten zavargások törtek ki, csak ezt... És fejeket követelt a nép? Hát mentek az utcán, és egy darabig azt kiabálták, vesszen Puskás, vesszen Sebő, nem, Sebes, az a kapitány, de aztán áttértek arra többi vezet, tehát a politikusokra. A rendőrség simán ezeket szétverte, perek lettek kész, de egy sor nem jelent meg róla soha. De akik akkor részt vettek benne, így hívták, hogy Focialista forradalom. És ő itt egy nagyon jó pofa regényt erről, Libri nevű kiadó adta ki, ott van szemben, vérvörös borító, nem rossz egyébként a borító, csak a strukturalista. Következő történt a könyvre. Én elhatároztam, hogy írok róla valahova. És akkor szóltam a Figyelőnek, az egy olyan lap, hogy oda néha szoktam, kérném ezt a könyvet, jó mondták. Csöngetett egy futár, ez nem volt nagyon régen, múlt héten, mondjuk így, hogy szerdán, de lehet, hogy csütörtökön, és hozta ezt a könyvet. Átvettem, gyorsan elolvastam, de ismertem, mert hát olyan kapcsolatban vagyok a Szabolcs, hogy tanácsokat is adtam neki az első szöveggel kapcsolatban. Elolvastam, de elégedett voltam, jó, írok erről. Megírtam a kis recenziót, gondoltam, hogy ezt nem a Figyelőbe írom, mert nagyon soká fog megjelenni, hanem a Népszabadságnak, ott szívesen elfogadnak tőlem ilyet. Ennek csak az a hátránya, hogy nagyon rövid, tehát 4000 karakter, de tudok én tömör lenni. Megírtam szépen ezt, és akkor egyszer csak jött egy e-mail, és azt írta a Figyelő, elnézést kérünk, de azt írja a Libri kiadó, hogy egy hiba miatt visszaviszik a nyomdába az összes példányt, és majd 2 hét múlva megjelentetik. Na most ugye én a Borgisszal álltam mögött, teljes részvétel vagyok. És hát nem tudom, azt ígérik, hogy ez most hetekbe fog telni, és nem másfél évbe. Azonnal odaírtam ezt a végére a kritikának. És csak is azért írtam oda, mert hogy lehet ilyet csinálni? Aztán megkérdeztem a Berendeket, és azt mondta, hogy nem a végső kijavított példányt küldték a nyomdába, hanem egyel vagy kettővel előbbit. És névtévesztések vannak, tehát valakit így hívnak, meg úgy hívnak. Ez nem tetszik nekem nagyon. Hát az sem nagyon jó, hogyha nem küldik vissza a nyomdába, és úgy kerül ki a polgó. Én attól féltem, hogy megdumálják. Nem van nagy baj az, te. Azt hiszem az a reális magyarázat, hogy nem nyomták ki azt, nem tudom mennyit nyomnak egy ilyenből, 1000-2000, de biztos nem nyomták ki az egészet, csak néhány századot, és akkor a külső borítót megtarthatják. Én, mint nyomdász, titkon megsugom neked, hogy egy schnitzlerrel le lehet vágni a kemény borítót is. Belívet eldobni, új előzék, tehát lehet, nem tudom. De lényeg az, hogy azt ígérik, hogy 2 hét, vagy nem tudom. Én ezt gyorsan beleírtam oda, és abban a reményben, ha egy kis balhé lenne a könyv körül, akkor végre a Benedek Szabolcs bekerülne oda, ahova 18 könyvvel se tudott. Még mindig fiatal író, 40 éves, 2 gyerekes atya. Eddig lesz fiatal. Éves, és már 15 éve a pályán van. Na, és én tudom miért, mert a Pont kiadónál jelent meg, úgyhogy se figyelt oda. Hát ennyit tudom, most a fiatalokat kérdezted, körülbelül ezekkel vagyok, de bárki, ha hozzám fordul, legalább egy novellát elolvasok, sajnos meg is értem, akinek. Mert én szakmában nem hallgatok, tehát ha nem tetszik, nem tetszik. Most elérkezett az ideje a kérdések feltevésének. Hát ugye, ha vannak. Semmi kényszer, de minden lehetőség adott. Nem tartunk kínos, hosszú csendeljárat. Egy kérdésem van. Az előszóban, megpróbálok kiabálni, jó? Az előszóban kétszer is előfordul a rózsabokor, mint kifejezés. Mesélnél valamit a kapcsolattal, milyen kapcsolata van ezzel a növényel? Hát ugye nem rózsabokorban értem a világban. Ez lenne a legkézzelfekvőbb kapcsolat. De van egy mély kapcsolatom, szerintem a rózsa a legszebb növény a világon, és ha nem lenne olyan igényes növény a rózsabokor,
már lenne a kertemben. Tehát elviszelem a rózsák iránt, és különösen a sárga rózsák. Tehát ha valakinek azt mondja, hogy rózsa, akkor a többséggel ellentétben, és nem a konzsuzsa miatt, az én, vagy a bródi miatt, az én fejemben a sárga rózsa jelenik meg, mert nekem az nagyon tetszik. De ezt nem tettem még soha közhírét, tehát lehet, hogy most hiba. De a sárga rózsa az, az tud valamit, amit a többi rózsa nem. Akkor is, ha nem egy honlókon hervad, vagy egy dalban éneklik ezt. Na, legyen az, hogyha senki más nem akar kérdezni, amivel nem azt mondom, hogy ne kérdezzenek csak, akkor te kérdezhetsz egy utolsót, és jól fontold meg, mert egy utolsó kérdés az ugye nem akarja. Én nagyon jól meggondoltam, úgyhogy most így körülnézek. Ott valaki szeretne. Jó estét, Szeri Szabolcs vagyok, és azt szeretném megkérdezni, olvasottam már olyan könyvet, hogy képtelen volt utána még egyszer elolvasni, annyira mélyen megérintette. Igen, de nem szép irodalmi könyv volt ez, hanem holokausztal kapcsolatos szakkönyv. És a családom nagyon, egyik ága nagyon érintett a holokausztba, és nekem azt tudni kellett, hogy abban mi van, de én azt soha többet nem tudnám elolvasni, és sok más, tehát vannak filmek, amelyeket csak félig tudtam megnézni, mert én rögtön átélem. Tehát én azt nem tudom elképzelni, hogy derék, vajevő német családapák oda mentek, megfogtak csecsemőket, és zúgy így bedobták egy kazánba. Azt hogy lehet? És ugye rengeteg visszaemlékezés, hogy ezek tényleg rendes, amúgy ezek rendes emberek voltak. És mondták, parancsra tettem. Én nem tudom elinni, hogy valaki be tud dobni egy csecsemőt a kemencébe, vagy meg tud ölni. Még akkor se, ha katona. És Kertész Imre nagyon jól bebizonyította azt, hogy igenis fel lehetett lázadni. Például egy ezredet oda vezényeltek, most már nem tudom, hogy Auschwitz vagy Buchenwaldba. És azok derék Wehrmacht, igazi frontkatonák voltak, és megtagadták, ők itt nem szolgálnak. És megkapták a büntetést, visszavezényelték őket a frontra. De nem végezték ki, nem fokozták le. Tehát igenis, és egyébként mindig lehet ellenállni, valahogy. Olyan helyzet, hogy ne lehetne ellenállni, nincs. Szóval ezt a holokausztal kapcsolatos dolgokat nagyon-nagyon nehezen tudom elolvasni. De egyébként szép irodalmi könyv nincs. Ami, ha nagy hatást tett rám, akkor 2-3 évente elolvasom. Van egy ilyen lista, amit újra meg újra. Így van ez. Tessék. A technika megkönnyíti az életünket. De nem sajnálja az, hogyha számítógépen dolgozik, akkor az első variáció, az első gondolat eltűnik. Mondjuk én nagyon sajnálom, hogy már nem látom ki a szép kézírásokat. Hogy kinek mi jutott először eszébe, hogy vetette papírra, mit javított rajta, mi változott. Nem kár azért, hogy eltűnik az első? Hát egyrészt nem feltétlenül tűnik el, hiszen én például az új novellák mindegyikét füzetekbe írtam ceruzával, tehát szabad azért. Volt is erről szó? A számítógépbe se tűnik feltétlenül, mert ha akarja az ember, kimenti azt a változatot, például én így is szoktam csinálni, és egy másikba dolgozik tovább, mert mi van, ha volt benne valami, ami jó. Egyáltalán én soha nem sajnálom, a technika fejlődése az csak jót hoz, semmi rosszat, csak jót hoz. Mindig mindennek az árnyoldalai megmutatkoznak, aztán eltűnnek, ahogy a színházasok azt hitték a film feltalálásakor, hogy vége a színháznak. Beadványt küldtek a önkormányzathoz, amit akkor nem így hívtak, ez mindegy. És azt írták, hogy kérjük, hogy tiltsák meg a színházak, nem, a színházak hittek, tiltsák meg a mozisoknak, mozi nem volt még, kávéházakban volt, de volt 3-4 egy nap. Tiltsák meg, nekik is csak egyszer lehessen, különben mi alul maradunk. Aztán, amikor megjelent a tévé, akkor a filmesek kezdtek megnézni, meg egyszer a színházasok, és látja, mindig minden megmarad. Most van egy izgalom a CD-vel. Hát én biztosíthatom önt, hogy néhány év múlva megint venni fogjuk a CD-t, talán még a fekete lemezeket is. Mert mindig minden, az új, az hozzájön, átmenetileg elnyomja, és hogy akkor ugye a szakmánkhoz térjünk, a könyvek mindig meg fognak maradni. Mindig. Ez a nyomtatott. Lehet, hogy a papír modernebb lesz, lehet, hogy olyan lesz, hogyha elolvastuk, egy gomnyomásra el lehet tüntetni róla, ami ott van, és elektronikus úton odajött a következő, az lehet. De hogy könyvespolcon lévő könyv lesz, míg a világ világ, az biztos. Kérdés, hogy a világ meddig világ. De erre a kollega fog felelni.
igazán büszke vagyok, jól belejöttek a kérdések. De most azt hiszem mégiscsak meg... De szerintem ez a világ-világ, ez jó végszó volt. Igen? Hát akkor ezzel a jó végszóval így kórusban megköszönjük megtisztelő figyelmüket, és én csak azt kérem, hogy tartsanak meg jó emlékezetükben. Köszönöm szépen.